tízes, és gyakorlatilag tegyél rá valami látványos tárcsát. Még egy tízes. Ugye újra találkozunk a tavalyi sportnapok után, és ez a csúnya szó megint ismét elhangzik, hogy pandémia. Azt hiszem, hogy a ti sportágatoknak nem igazán volt szerencsés ez a történet. Hogyan vészeltétek át, mi történt ez időszak alatt? És minek néztek elébe? Mit lehet tudni? Visszakanyarodok akkor ugye, amiről mondtam, a pandémia. Tehát a pandémia Veronikának egy junior világbajnokságába került, tehát kihagyott, sajnos ki kellett hagyni egy junior világbajnokságot, amit már soha nem lehet bepótolni, mivel kiöregedett most már. Ebből az évtől ugye most már felnőttként fogunk versenyezni. Ugye ez volt a legnagyobb okozója számunkra ennek a pandémiának. Nagyon jól indítottuk az évet, mert két világversenyen is érmes volt, Rómában és Máltán, tehát nagyon jól indult az évünk, de utána bejött egy teljes zárlat. Hála Istennek az edzőtermünk nem lett bezárva, tehát tudtunk a megfelelő szabályok betartásával edzeni, tehát a formája jó volt. Mi készültünk a világbajnokságra, mintha meg lenne tartva, de aztán azt mondták, hogy a világbajnokság járnak. Amen, tehát az befejeződött. Így maradt még egy pici reményünk az olimpiára, úgyhogy az olimpiára készültünk. Ugye lett egy plusz évünk, aminél most azt kell, hogy mondjam, hogy kicsi kellett, 5-tel maradtunk le. Tudom, a sportban az 5 helyezés az nem kevés, de mi már látjuk azt, hogy mennyit kell csinálni ahhoz, hogy a következő olimpián ezt az 5 embert le tudjuk győzni. Tehát ez volt a lényeg most az Veronikának ebben az utolsó 2 évében. És a tavalyi esztendőt a mostanig számolva, akkor semmilyen versenyetek nem volt? De, hogy ne lett volna, tehát már ebben az évben azért egy felnőtt Európa-bajnokságon már egy 4. helyezést elért a Veronika, csak utána jött az olimpia, az olimpián pedig, ugye mivel nem jutottunk ki, ott ő már nem indult, tehát mostan ugye készülünk egy junior, illetve bocsánat, egy utánpótlás 23 éveseknek rendezett Európa-bajnokságára, ami 4 hét múlva lesz Finnországban. És arra természetesen ott lesztek. Hogyne természetesen. Érem esélyes, így van. Pont ezt akartam kérdezni, hogy milyen állapotban vagy. Úgy érzed, hogy felkészült, jó, egészséges, nincsenek semmi problémák. Még egyelőre nem érzem felkészültnek magam, még nagyon sok edzés áll előttünk, de szerintem a forma nagyon jó lesz, És a forma időzítés az körülbelül addigra és össze is jön, hogy... Szerintem teljesen össze fog jönni. Mm-hmm. Tehát szakmailag én már látom az alagút végét, de van egy 14 napos programunk az Európa-bajnokság előtt, az lesz úgymond a csúcsjajáratás, amikor kihegyezzük a formát és tökéletesítjük
a mozgás, tehát ez lesz annak a 14 napnak a feladata, ami két hét múlva fog kezdődni, tehát így néz ki az utolsó részben életünk. Részben elhangzott az, hogy hát megöregedtél, ez van zárójelben című történet, ugye, megmosolyogjuk ezt, de jó, akkor egy korosztálya följebb került, ugye ezt kell érteni alatta. Ebben a korosztályban mi az, ami most jelen pillanatban a csúcs, és ehhez képest te hol látsz? Most azt tudom mondani, hogy ugye a magyar mezőnyben ugye természetesen verjük a mezőnyt, tehát ottan verhetetlen a Veronika, azért lekopogjuk ezt a igen. beton izomzatán, a jó kis feszes izomzatán, de az európai mezőnyben még a negyedik helyen vagyunk, mostan nevezések alapján a negyedik hely, innen kell betornáznunk magunk, de most ez azért már az elit. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy azért az európai súlyemelés nagyon-nagyon erős, tehát az ősúly csoportjával négyen voltak Európából az olimpián, tehát az azért azt mutatja, hogy a európai súlyemelés nagyon erős, és ő ott van ennek a korosztálynak az első hatban, fixen. Hát az európai, de azt látok az előző időszakban, hogy az ázsiaiak elég rendesen jönnek föl, ugye? Már föl is jöttek? Hát jó, igen, valóban föl is jöttek, már most már egyre inkább őket látni. Ugye termetre kötöttebbek, kisebbek, alacsonyabbak. Igen. Neked azért mondjuk ebbe a sportágba lehet, hogy kinőttél közülük. Vagy de hogy éled meg? Egyre többen magasabbak. Igen? Igen, nagyon sok versenyző, még nálam is magasabb. Vannak olyan női versenyzők. Tehát a generáció mostan olyan, hogy magasabbak lettünk. Tehát a súlyemelés tendenciája az én korosztályomnak, az én időmben az volt, hogy 180 centi alatt legyen egy 100 kilós versenyző. Ma már egy 100 kilós férfi versenyző, nem miről beszélek, 100 kilós férfi versenyző már 190 centi körül van. Tehát magasabbak lettek, az eszközök jobbak lettek. Tehát igen, azt látjuk, lettek. A technika is jobb lett. Így van, a technika is jobb lett. Például amiben a Veronika nagyon jó, arra tökéletes az adottsága, a szakításra. Tehát a hosszú végtagokkal sokkal nagyobbat lehet lendíteni, jobban ki lehet használni a lendítést, a lendületet, a technikát. Ott az erő annyira nem dominál, mint egy lökésnél. Uh-huh. Tehát a lökésnél ugye gátolja, ugye a nagyon-nagyon hosszú lábak az ugye gátlóak. Felsőtest nem, csak a hosszú lábak. Ahol... De az alacsonynak is földig ér a lába, a hosszúnak is földig ér a lába, című történet. Mosolygósra veszik. Mi szabad tudni az edzés terveidről? Hetente hány napot vesz igénybe? Dolgozol-e, vagy ez a főállásod? Hát a sport a főállásom, de mellette tervezek majd masszörködni, ezt most fogom elkezdeni a hétvégén a tanfolyamot. Hát ha úgy jön ki a felkészülés, akkor heti hatot, akár hetet is szoktunk edzni nagyon ritkán. Hát az úgy naponta kettő, tehát az természetes, hogy délelőtt, délután edzés van. Ez körülbelül egy olyan 5 és 6 óra közötti idővallom edzésben, a bemelegítéssel és a nyújtással egybe, tehát nem 6 órát van a kezébe a rúd és emel. Jó lenne, de hát nem tudom rávenni. Tehát a lényeg az, hogy ahogy mondja Veronika, az időzítés a programnak megfelelően van, amikor szombat-vasárnap is edzünk. Tehát amikor úgy jön ki az időzítés, úgy számolom ki a versenyhez, akkor vasárnap is lemegyünk, és akkor ott csinálja meg azt az időzítő edzést, amire szüksége lesz a verseny. Még lenne egy kérdésem, mert ugye kinőttél egy bizonyos korból, de akkor belefutottál egy olyan korba, amikor már hát általában azért a fiúk csak megkeresnek, megakad a szemük rajtad. Ezzel a történeten hogy állsz? Hogy tolerálják a kedveseid vagy a barátaid ezt a sportot? Szerencsére most jelenleg van párom, és olyan párom van, aki nagyon is támogat ebbe az egészben. Szóval ennek örülök. Netán támogja ebből a sportágból, vagy nem. De megérti mindezeket a dolgokat. Köszönöm szépen, sok sikert kívánom. Köszönöm. Mind a kettőtöknek, és természetesen az Egyesületnek van, is. Így van, az a lényeg, az Egyesület jó legyen, mert akkor jók a versenyzők. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük.
Köszönöm.